Digitális Orvoslás címmel szervezett nemzetközi konferenciát a Szent Balázs Alapítvány Marosvásárhelyen. A rendezvényen mind a műszaki, mind az orvostudományok képviselői tartottak előadást, de szakpolitikusok, lelkészek és pszichológusok is közreműködtek. A Szapiencia Erdélyi Tudományegyetem Marosvásárhelyi kampusza adott otthont a digitális orvoslás címet viselő konferenciának. A műszaki és orvostudományok képviselői egyaránt részt vettek a Szent Balázs Alapítvány által megszervezett eseményen. A legfőbb célja az eseménynek az, hogy boncolgassuk az orvostudomány, illetve a digitalizációnak a határterületeit. Ugye egy olyan generációban élünk, ahol a legfiatalabbak 4-5 évesek már fejből tudják és kezelik a mobiltelefonokat és az okoskütyüket, és van egy olyan orvos generáció, aki jelenleg is dolgozik és szeretné a legjobbat nyújtani, viszont sok esetben nem ismerős neki ez a technológia, egyszerűen nem ebben a korban nőtt fel. Szabó Mónika, a Szent Balázs Alapítvány elnöke, belgyógyász diabetológus főorvosként is szembesül a technológia nyújtotta előnyökkel és kihívásokkal. Muszáj valamilyen formában viszonyulnunk hozzá, gyakorlatilag már elkezdtük használni, és nem tudjuk, hogy mit, egy csomó etikai problémát vet föl, de ugyanakkor nem ismerjük az összes lehetőséget ezen belül, tehát meg is kell ismernünk azt, hogy mi fog beépülni a hétköznapi gyakorlatunkba, illetve meg kell tanuljunk vele józanul élni. Az eseményen felszólalt a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem rektor helyettese, aki üdvözölte a kezdeményezést, de egyben óvatosságra is intett. Megfogalmaztam azon gondolataimat, hogy üdvözlendő az összefogás, és tulajdonképpen a haladás az együtthaladásra kényszeríti ezeket a szakmákat, megkerülhetetlen. Viszont a túlzott jövőképet illetően egy picit legyünk óvatosak, és mérsékelt optimizmussal tekintsünk ezen együttműködésre és a lehetőségekre. A műszaki és orvostudományok magyar képviselőinek együttműködésére egyelőre csak ilyen szakmai rendezvények teremtenek lehetőséget. Ugyanis a Marosvásárhelyi Petru Major és Orvosi Egyetem egyesüléséből létrejött új egyetemen még mindig nincs magyar nyelvű műszaki képzés, holott erre éppen az egyesülést megelőzően ígéretet tettek.